Itt vagyunk szerintem az ország egyik legmenőbb garázsába, sőt, mondhatom azt, hogy számomra talán a legmenőbb. A képen nem teljesen látszik, de megszámoltam, 12 overall van kiállítva. Egyébként ez rendesen garázsként üzemel hétköznap. Vannak bukósisakkok, versenyzőcipők, kártyák, stb. És személyes kedvencem egy salátástál, itt Tomitól, hogyha képen nézzük, akkor jobb oldalra, remélem, hogy látszik, az egy monakói második helynek a díja, ami talán Tomi pályafutásának a legnagyobb eredménye. Legalábbis, amikor mi beszélgetni szoktunk, akkor erről a versenyről beszélgetünk a legtöbbet, de van itt AutoGP bajnoki második helyezés is, illetve talán a képen nem látszik, de tanúsíthatom, hogy van itt olyan kupa is, amit a Magyar Rallycross Bajnokság Supercars első helyért kaptál. Kispál Tomi, akiről ugye azt kell tudni, hogy Baumgartner Zsolti után te voltál a legközelebb a Forma 1-hez. Neked van egyedül Magyarországon GP3-as győzelmed, neked van egyedül serleged a monakói Forma 1-es pályáról GP3-as második helyezéssel. AutoGP-ben voltál, vagy AutoGP-ben, nem is tudom, hogy kell ejteni hivatalosan magyarul, voltál abszolút második. Rallycross EB-n voltál harmadik, voltál abszolút magyar rallycross bajnok, tehát nem is tudom, hogy föl lehet-e sorolni minden. És akkor még a go-kartokkal nem is foglalkoztunk. Szóval Kispál Tamás, szervusz Tomi. Sziasztok. Amikor ide jöttünk hozzád, akkor nézegettem az eredményeket, eredménylistádat, és 2017-ben megszakadt, ami azt jelenti, hogy hát több mint 5 éve nem versenyzel, pedig a korod alapján akár még egy abszolút aktív versenyző is lehetnél. Mivel foglalkozol most? A civil életben van egy vállalkozásunk, az köti le az időm legnagyobb részét, és egyébként egy ilyen mellékágon, ami lassan már szintén egy főállással növi ki magát, visszacsöppentem azért a motorsportba, és újra foglalkozok vele, igaz, egy másik irányba, ami valamilyen szinten kapcsolódik az én korábbi tevékenységemhez, hiszen én az utolsó 4-5 évben magamat menedzseltem, sőt, a pályafutásom legnagyobb részébe, ahol a menedzselésnek minden ágát magam kezeltem le, úgy a szponzorkeresést, a kapcsolattartást a támogatókkal, a csapatokkal, a tárgyalásokat, a csapatkeresést, a médiakommunikációt, vagy a marketing tevékenységet, ezt mind ugye én kezeltem le, és a motorsport talent management keresztül visszakerültem azért valamennyire a körforgásba, és ugye tehetséggondozással foglalkozok, és azért érdekes, tehát más karaktert kapott így már a történet, mint az én időmben, viszont ugyanazokkal az emberekkel futok össze, vagy azokkal, akiknél versenyeztem, vagy azokkal, akik ellen versenyeztem, hiszen nagyon sokan hasonló pozícióban folytatják a mindennapjaikat. Például Mikhail Alessinnel, ahogy említettem, pár napja beszéltem, ő egy F4-es csapatnak lett a csapatvezetője, és ugye előjönnek a régi sztorik, és csak visszakapcsolódnak azok a személyek, akik abban az időben benne voltak a motorsportban. Ugye a GP2-es bajnok volt annak idején. VSR-ben volt. VSR, de gyakorlatilag a VSR azt talán mindig olyan billeget, hogy a GP2-es bajnoki címnek van nagyobb értéke, igen, vagy a VSR bajnoki címnek, de talán a kettő egy vonalon ment. Annak idején a Red Bull versenyzők például a VSR-t, igen, választották meg, hogy azt egy erősebb sorozatnak. 2010-ben volt bajnok, tehát akkor ugye előtte volt Vettel, azt hiszem 9-ben, vagy valahogy nagyon ahhoz közel, vagy nem, ő jóval hamarabb volt Vettel, de ugye az az időszak nagyon erős volt, tehát a VSR szerintem akkor volt a csúcsán. Bizony, tehát egy nagyon jó versenyzőről van szó. Tomi, most azt tudjuk, hogy nagyon jó go-kart versenyzőink vannak, hiszen mondhatjuk, hogy 3-4-5 olyan kisrác is van most, kisrác, hát termetben már utolértek minket, akik nagyon közel vannak ahhoz a lépcsőhöz, hogy mondjuk most már egy forma autóba beüljenek, mint ahogy annak idején te mondjuk a forma Renault-ban tetted. Ők ugye nemzetközi bajnokságokban versenyeznek, nagyon komoly nemzetközi bajnokságokban. Ezt a go-kart világot rendkívül nehéz átlátni, de van benne VSK-tól kezdve Európa-bajnokság, világbajnokság,
Champions of the Future, ez gyakorlatilag mind ugyanazok köré, a versenyzők köré épül, és itt egy borzasztó jó képzést kapnak ezek a versenyzők, borzasztóan erős mezőnyben versenyezhetnek, tehát ott tartanak, hogy 14-15 éves korukra ők már majdhogy nem egy teljesen érett gokart versenyzők. Ők most előrébb tartanak a pályafutásukban, versenyzői tudásukban, tapasztalatukban, lehetőségekben, mint te voltál akkor, amikor a gokartról a Forma Renault-ra váltottál? Nagyon jó, meg érdekes kérdés. Abszolút. Tavaly teszteltünk egyet Molnár Martinnal. Ő ugye durván most ér el szerintem a gokartozása csúcsára, úgyhogy a felnőtt kategóriában az első évet tölti, de annyira fölkészült, hogy abszolút föl tudja venni. Tehát tempóban, egykörös tempóban nincs hátrányban azokkal szemben, akik már több éve versenyeznek. És én ledöbbentem azon, amit láttam azon az első napon. Tehát meg volt egy megfelelő fölkészítés. Ugye egy Forma 4-es teszt volt. Forma 4-es teszt volt, igen. Én a lehető legtöbb tudásomat megpróbáltam átadni, amit én elvártam volna, vagy jól jött volna az én első Forma 4-es teszt napomon. És nulla félelemérzet, brutális gyorsaság, és olyan, annyira érezni azt a közeget, ahonnan jönnek ezek a gyerekek, hogy elképesztő. Tehát az a profizmus nagyon magas szinten van. Egy pár hónapja, azt hiszem két hónapja voltam egy gokart EB előtti versenyen. Ez a Champions of the Future. Igen, aki mindenki ott. Tehát végülis ezeken a futamokon mindegy, hogy VSK, ugyanazok a csapatok mennek, ugyanaz az a létszám. Hihetetlen profizmus lett a gokartban. Annak idején is az volt, hát tulajdonképpen a felszerelésre nem tudom megmondani, hogy most egy F4-es padokban vagy egy gokart versenyen. Tehát a kamionok, a sátrak, a felszerelés brutális. És annyira belenevelik azt, amit a gyerekekbe azt, amit tudniuk kell, hogy ha összehasonlítom, most a junior felnőtt, tehát az OK, junior OK kategóriában már azt a szintű, olyan színvonalon versenyeznek, mint annak idején, amikor én először kijutottam az angolokhoz. Tehát korban hihetetlen, hogy 12-13 évesen azt tapasztalják meg, amiben én 17 évesen csöppentem bele. És akkor az én korombeliek is ekkor tapasztalták meg. Persze volt, aki nagyon profin gokartozott, de az igazán elit kőkemény motorsportképzést ott kapták meg. És most arról beszélünk, hogy egy 3-4 évvel hamarabb, akár 5 évvel hamarabb ez elkezdődik. Tehát magyarul azt mondod, hogy ami korábban volt a belépő szint, nevezzük ezt Forma Fordnak, Forma Renault-nak, tehát mondjuk a Forma 3 alatti kategória, az most letolódott a gokartba is, ráadásul a gokartba is, nem is a legfelsőbb kategóriába, hanem már onnan is egyen lejjebb a juniorok közé. Igen. Én szerintem ez majdnem minden sportra igaz manapság, hogy annyira profivá válnak az egyes sportágak, és annyira mesteri szinten nagyon fiatal kortól elkezdik tudatosan kinevelni az utánpótlást, aminek megvan a maga hátránya is, meg az előnye is. Az előny az, hogy egy 3-4, akár 5 évet lehet nyerni. A hátrány viszont az, hogy bődületesen eldrágult tőle az adott sportág, illetve a lehetőségek, hogy elől versenyezzél, kezd tehát nagyon hasonlóvá válik, mint akár a Forma 1 is, hogy abszolút a technikán múlik, és a csapaton, hogy milyen eredményt tudsz produkálni. És a költségvetésen, hiszen a tudás színvonala az nagyon hasonló lesz, és ezáltal a különbségek eltűnnek. Tehát amíg az én időmben valaki brutálisan ügyes volt, egy közepes technikával tudott dobogóra állni, vagy tudott villantani. Most esélytelen. Tehát, hogyha nincs meg a legjobb cucc alattad, nem fogsz nyerni, sőt, a közelébe se leszel. És ezért szerintem nagyon nehéz érvényesülni. Ugye most látjuk akár Molnár Martinon, akár Hideg Ádámon, de említhetném Krózser Menyát is, aki talán egy évvel a két fiatalabb versenyző előtt járt mindig is, hogy megvan az az út, amit végig kell járni ahhoz, hogy egy jó érett versenyző legyél, aztán utána ugye el lehet dönteni, hogy formautózás felé, karosszériás autó felé, rally felé vedd az útirányt, de megvan most már egy bejáratott útirány. Amikor te elkezdtél versenyezni, akkor
akkoriban erről még nem nagyon tudtunk, hogy... Nyilván volt gokart világbajnokság, hiszen Magyarországon is volt talán 86-ban, tehát tudtuk, hogy van egy ilyen, tudtuk Sennáról, Prostról, hogy mind a ketten mentek a gokart világbajnokságon. Voltak nagyon jó versenyzők, akik onnan kerültek ki, de talán a köztudatban nem volt benne annyira, hogy ez a gokart mekkora előiskolája lehet az autóversenyzésnek. Egyáltalán nem kapott ekkora figyelmet, és nem is volt ennyire tudatos szerintem. Nyilván az összes Forma 1-es pilóta gokartozott, hiszen az volt az alapja, de nem volt ennyire extrém szinten művelve, sőt, hát amikor ugye még a Birizdói Mikével mi külföldön versenyeztünk, mi ketten voltunk azok szinte, akik külföldre merészkedtek, és mekkora szó volt, hogy egy német bajnokin elindultunk. Még akkor megemlíthetjük ugye Gender Tomikát, Gáspár Bennettet, tehát olyan létszám van kin a VSK színvonalon, vagy hát olyan színvonalon gokartoznak, hogy az ember csak kapkodja a fejét, hogy Jézus Isten, hát még 10 éves, 10-12 éves gyerekekről beszélünk, és már Olaszországba jönnek, már perfekt beszélnek olaszul, haza se jön, mert annyit gokartozik, tehát ezek a srácok 200-250 napot ülnek gokartban. Hát a mi időnkben, hogyha a magyar bajnokság mellett egy pár zóna belefért, meg egy pár német bajnoki, az már extrém volt. Nekem a legdurvább évem egy szlovák cseh bajnokság, ami sokszor közös volt a magyarral, és egyben zóna is volt, az utána lévő pedig egy német bajnokságot letudtunk, és már úristen mennyit mentünk. De hát nyilván nappali tavazaton jártam az általános iskolát, azt a pár hiányzást pótoltam. Itt már szinte alap, hogy magántanuló, magániskola, alig vannak itthon, tehát az se semmi, hogy milyen áldozatot kell hozni 10 évesen, hiszen amit én bevállaltam 16 és fél 17 évesen, azt ők 10-12 évesen vállalják be. Nyilván ott vannak a szülők hébe-hóba, de elég sokat azért magukra vannak utalva, hiszen ha csak a napokat nézzük, hogy mennyit gokartoznak, oda el kell utazni, ott kell lenni, tehát akármennyire ott van a szülő, mégis külön van a gyerek tőle, és azért az nem semmi akarat szerintem ezt már ilyen fiatalon eldönteni, vagy beleállni és csinálni. Tehát magyarul egy profi sportolói véna kell hozzá. Igen. Arra emlékszel, Tomi, hogy te mikor találkoztál először az autósporttal, és hogy mikor kattant be az, hogy én most gokartozni akarok, hogy autóversenyző akarok lenni? Hát az autósport az annyira így bekapcsolódott a családba, hogy nem is emlékszek rá. Tehát még egy pár éve megvolt egy ilyen nagyon kis mini overall, szerintem ilyen 4 éves lehettem, 4,5. Akkor kaptunk így a szülőktől egy overallt, hogy akkor olyan overallatok van, mint a szerelőknek, és akkor még a Zsigulin festegettük a rugót, persze abban köszönet nem volt, mikor még az udvaron oldalra volt borítva apukámnak a Zsigulija, amivel az ő szavaival élve ilyen birkakergető versenyeken indult, hát ugye a régi meghívásos mezőn megrendezett kis burvás futamokon, meg Rally 3, Rally 2, Rally 1, tehát igazából így a szülőktől jött, hogy megyünk versenyre, ugye apa versenyzett, rallizott, ott voltunk, nyilván gyerekként csúszkáltunk a domboldalon, alig hittük, hogy azt a 10 másodpercet lássuk belőle, amíg 2-3 óránként egyszer eljön. Tehát így indult. A gokart viszont egyszer csak jött apának egy ötlet, hogy akkor leviszi a családot Kecskemétre, és nézzünk meg egy gokart OB-t. Ez 98-ban volt szerintem, ilyen 7 éves voltam, és a brutális színvonalon volt a magyar gokarsport akkor. Tehát minden kategóriában 30, 34, 36 fő indult. Tehát hömpölygött a kecskeméti box utca. Hát ez szenzációs volt megnézni, olyan élet volt, olyan nézői létszám volt, a büfések, tehát ez egy nagyon jó fesztivál hangulatú verseny volt. És ott kattant először az, hogy én szeretnék ilyet kipróbálni, én szeretnék azzal egy ilyet kipróbálni, egy ilyen gokarttal menni. És utána pedig azt hiszem, hogy bérgokartozni jártunk el, akkor az egész jól ment, utána volt lehetőség, akkor kaptunk egy gokartot, amit a bátyámmal megosztottunk.
és akkor csinálgattuk, mentünk, de hát ugye nem volt még a digitális világ se azon a színvonalon, hogy szimulátor lett volna, vagy bármi, ahol én még tankönyvből tanultam az éveket. Tehát az igazi, majdnem azt mondom, az utolsó időszak volt, amikor még a régi vágású módszerrel tanítottak meg versenyezni. A bóják voltak kirakva az évekre. Bejött egy idősebb gokartos, megtanította nekünk, hogy ne húzz rá a másikra, mert felborulsz, kilögdöstek, hogy megtanuljuk. És tényleg esténként megolvastuk a nagy könyvet, hogy mi hogy működik és hogy kell csinálni. És meg lehetett tanulni a könyvből gokart versenyezni? Meg. Illetve a régi rókáknak a tanácsai azok szenzációsok voltak. Tehát az, ahogy próbálták a tudást átadni nyersen, őszintén, ha rosszul csináltál valamit, kaptál egy barackot a fejedre. Tehát nagyon befegyelmezték akkoriban a gyerekeket. Tehát ha jól értem, akkor te nem gokartozni jártál, hanem gokart versenyző akartál lenni, és a gokart versenyző képzésben. Igen. Igen, egy ilyen nagyon új hullám volt akkor, vagy egy nagyon egyedi útját választottuk, hiszen sokan jártak a versenyekre, előtte tesztelgettek, és azt hiszem én voltam ott még Kecskeméten az elsők között, akit lenoptak így egy hónapra, hogy akkor a gyerekek itt fogtok lakni, a Tibi bácsinak a vendégszobájába, és akkor minden nap gokartoztok most egy vagy két hónapig. Tehát te nem Olaszországba mentél, mint most a gokartosok, de Kecskemétre mentél. Mennyi idős voltál ekkor? Szerintem ilyen 11 körül. 10-11 éves. 11 évesen kidobtak Kecskeméten, hogy Tomikán menjél gokartot tanulni. Igen. Gondolom, nem hiányzott senki. Nem, hát teljesen beszippantott, tehát nagyon jól el voltunk. Ezt hogy képzeljük el, hogy az alatt a 4 hét alatt ti mit csináltatok ott a kecskeméti pályán? Dolgoznunk is kellett, tehát segítettünk a bérgokartokat üzemeltetni, segítettünk füvet nyírni, a szemetet összeszedni, kihúzni a kukákat, visszahúzni, megtanított a gokartot szerelni, az alapokat, minden nap el kellett takarítanunk, reggelit kellett csinálnunk ugye mindenkinek a csapatba, és rengeteget gokartoztunk. Tehát amennyit csak bírtunk, annyit gokartoztunk. Soktattak egymás ellen, mini versenyeket csináltunk, időmérő szimulációt, tehát rengeteg mindent. Nem volt ennyire tudatos, nem volt 5 vázunk, nem volt 9-10 fajta kerékacsapágyunk, nem volt 6-7 fajta csapágyszett hátra, ahhoz különböző csavar, nem is tudom, megszámláltatlan, annyiféle márkájú és keménységű ülést használnak most. Tehát, mondom, ugye a gokartban az ülés a futómű, tulajdonképpen. Igen. Tehát amit a rally autóknál látjuk, hogy kattintják a lengéscsillapítót, a gokartban az ülést rácsolják. Az ülés, hogy milyen kemény, hogy engedi ugye, hajlani a vázat, tehát teljesen extrém szinten van, tehát már itt a tőcsavarnak az anyag minőségében, a váz anyag minőségében, a hegesztés módjában, hol hagynak ki egy darabot belőle, hol nem, valahol nem hegesztik be, csak félig vagy éppen, tehát nagyon extrém színvonalra jutott szerintem a gokartsport. Visszatérve abban az időben azért egyszerűbb volt 2 vázunk, és akkor menjél 2-3 motor, és akkor róttuk a köröket. Tehát az a klasszikus elf, hogy szokjon meg a gyerek egy új kategóriát, 2 benzines hordó, üljön rá a szerelő vagy apuka, és akkor körbe-körbe-körbe-körbe menni. Nyilván nem céltalanul, de ugye fizikálisan, meg minden szempontból szellemileg is föl kell nőni hozzá egy kategóriaváltásnál, és mai napig azt gondolom, hogy a legjobb, hogyha sokat megy egy versenyző. Ráadásul a gokart meg egy olyan speciális sport, hogy azok az izmok, amik a gokartozáshoz szükségesek, azok szinte csak a gokartozással fejleszthetők. Tehát lehet konditeremben rágyúrni, de sosem lesz olyan tökéletes, mint hogyha a gokarttal mennél körbe-körbe a pályán. Igen, lehetetlen. Ez a gokart szerintem különös képet. Voltak olyan srácok, akik motocrossoztak nagyon brutális szinten, mert hogy azzal edzenek a gokartra, mert hogy nem bírták, és nem bírták. Pedig tőlünk sokkal vékonyabbak voltak, sokkal szálkásabbak,
sokkal jobb volt az állóképességük, és nem bírták. Tehát azokat az izmokat nem tudod másképp edzeni. Amikor itt 11 évesen elkezdtél gokartozni, és mondjuk ebben a 4-7-es suliba voltál, ami szerintem egy ilyen 2-3 szezonnyi versenyzéssel felér egy ilyen iskola, akkor te fizikálisan hogy bírtad? Kellett arra külön edzeni? Abszolút nem. Tehát ez érthetetlen így mai szemmel, hogy ott is megvoltak a korszakok, mikor kicsit pukibb voltam, vagy mikor kicsit végnyam, de semmi. Tehát csak a gokarttal edzettünk. És a tényleg az izmosabb felnőttek jöttek, vagy 20 évesek, és nem értették, hogy hát hogy lehet, hogy a gyerekek bírják, én meg nem bírok menni 10 kört, és már azzal szórakoztunk, hogy hány kört bírunk egy kézzel menni, meg három ujjal fog. Tehát annyira a testünk úgy nőtt föl, hogy a gokartba ültünk. Hiszen én ilyen 7 évesen ültem először gokartba, és 9 évesen döntöttem el, mikor ugye apa megkérdezte, hogy akarsz licenszes versenyző lenni? Hogy ne szeretnék. És tudod, mit jelent? Hát nem, de szeretném. Tehát, hogy még azt se tudtam felfogni, hogy mi a kérdés. És akkor ugye csak mondta, hogy nem érdekel, hogy ez mit jelent? Hát mondd el akkor, hogy mit jelent. Hát, hogy lesznek bajnoki futamok, és azon részt kell venni. Ez már nem meghívás, ez nem arra az, hogy van-e kedvünk lemenni egy hobbi versenyre, vagy egy meghívásos versenyre, amit el kell indulni. Hát persze, hogy ne szeretném. Azt se tudtam, hogy mi az, hogy a bajnokságba megyünk, meg fix dátumon vannak futamok, semmi. Hát nem is tudtam még, hogy mi zajlik körülöttem. És akkor az ember eldöntötte, és csináltuk. Engem mindig jobban érdekelt egyébként érdekelt a műszaki háttere is, hogy mi miért történik, de nem kifejezetten a műszaki része érdekelt, hanem a vezetéstechnikai része. És a családban a bátyámat őt meg kifejezetten a műszaki része érdekelt, és talán kevésbé a versenyzés. Ő ezért is kezdett később versenyezni, mert először szerelt nekem. Műszaki tudását próbálta megszerezni. Igen. Ugye említetted édesapádat is, és a bátyádat is. Édesapád Kis László, rali első osztályban is versenyzett. Igen. A bátyád pedig ifjabb Kis László, aki rallycrossban volt, talán hamarabb volt ott komolyabb név, mint ahogy te elkezdted a formautós pályafutásodat, ő már ott nyert abszolút bajnokságot. Ugye, amit aztán te később megfejeltél két magyar abszolút bajnoki címmel, de a bátyád az nagyon fiatalon és egy rendkívül tehetséges rallycross versenyzőnek indult, akinek, hogyha lehetett volna lehetőség, vagy nyílt volna lehetősége, akkor én azt gondolom, hogy nemzetközi szinten is egy nagyon komoly versenyző lehetett volna, hogyha akkor tovább tudjátok vinni a pályafutását. Igen, abszolút. Akkor még műszakilag sem volt adott, tehát nem voltak olyan megbízhatóak a rallycross autók. Hát emlékszek, hogy lépten nyomon műszaki hiba volt, kiment egy EB-re, vagy hát ugye Nyírádon volt EB, amikor egy jó futama lett volna, valami műszakilag tönkrement az autón. Pedig még műszaki hátrányból is, vagy az autó technikai adottságainak a hát meg nem léte függvényében is jó eredményt tudott hozni, akkor tényleg csúcsom volt szerintem a rallycrossban. De egyszerűen nem volt meg az a technikai háttér, ami kellett volna hozzá. Akkor is nagyon profi volt a rallycross, ugye nem volt VB, akkor csak EB. De egyszerűen lehetetlen volt így két pályafutást egyformán menedzselni. Viszont és ő a ha jól emlékszem, akkor Laci lépett vissza, azt mondta, hogy a Tomi tehetségesebb nálam. Igen. Ezt nekem konkrétan mondta beszélgetésben, nem interjúban, tehát én azt gondolom, hogy teljesen őszinte volt. Igen, el kellett döntenünk, hogy vagy mind a ketten megyünk egy közepes színvonalon, vagy megpróbáljuk a 19-re húzni egy lapot, és akkor a legprofibb irányba elmegyek én, viszont akkor ő nagyon őrlángon fog csak menni. És ezt ő javasolta, tehát nem kellett belekényszeríteni, hanem ő ajánlotta fel, hogy akkor most öcsi, te jössz. Hát pedig testvér. Igen, pedig végig szívta magát a gokartba, tehát azért akikkel én mentem, meg ahogy mentem, csapatok, nekem valahogy mindig megbízható volt a technika alattam, és sokkal jobban adott volt a lehetőség, hogy nyerjek. Nyilván tempóban is volt köztünk azért különbség, de nem annyi, mint műszakilag. Hát
amikor ő például fölült a felnőtt kategóriában, lépten nyomó, annyiszor megakadt alatta a motor, hogy azt mondta, hogy nem is tudja, hogy kell gyorsan menni, mert éjjel-nappal csak bejáratja a gokartot. Tehát ez katasztrófa volt, és ezért is ment át rallycrossba sokkal hamarabb. Tehát ő azt mondta, hogy ebből elege van, ő elmegy rallycrosszozni, de azzal a célra, hogy ő rallyzni akar. Tehát neki a rallycross egy kényszer megálló volt, viszont megszerette úgy, hogy mai napig kacélkodik a gondolata, hogy de jó lenne menni egy szezont, hú, de jó lenne menni egy EB-t, akár egy futamot is. Tehát ez úgy, szerintem a rallycross egy olyan klassz formátum, hogy ha azt valaki egyszer kipróbálja, nem, tehát mindig úgy a szíve csücske marad valahol, független attól, hogy mi a fő irány, vagy mit csinál éppen. De aztán hál' Istennek neki is azért volt lehetősége a rallyba, azért lehúzott egy pár évet, ugye Evo 6-os, Evo 9-es Mitsubishivel, R5-ös Fiestával. És valahol ott volt az a pont, amikor azt mondta, hogy saját csapattal, saját erőből felmérte azt, hogy mindent is fel kell rakni a rallira, hogy tényleg nyerni tudjan. És azt pedig már nem akarja. Tehát ő fölismerte azt, hogy nem kerget olyan álmokat, amiért mindent is kockáztatni kell, mert egyszerűen stabil 5.-6. helyeket tudott futni, és annyira volt képes a csapat is, ő is, az autó is, a többi pedig csak plusz kockázat, és rengeteg idő, ami már ugye, ahogy korosodik az ember, ugye az interjú előtt beszéltünk róla, hogy mennyire megváltozik az embernek az élete, amikor még gyerek, ahogy serdül, ahogy fiatal felnőtt, vagy már mikor kőkeményen tapossa a taposógépet, vagy a malmot, vagy a munkát, azért sok minden változik, és ezáltal a prioritások és a kockázatvállalás is.